Sziasztok, ez itt a Futball Másnap, ahol a futball ügyesbőrös dolgaival foglalkozunk. Most például azzal, hogy Dárdai Palkó német válogatott lett. Hát igen, sziasztok, én Géza vagyok, Áron itt mellettem, és éppen azon gondolkoztam, hogy itt manapság, itt a mindennapos hazaárulások közepette, hát hogy is mondja, a Dárdai család oda szúr, ahol a legjobban fáj, és hát kígyót melengedtünk a keblünkön, legalábbis ez az, ami mostanában felvetődött az emberekben, ahogy így figyeltük az internetet, hogy Dárdai Palkó bizony egyre inkább úgy tűnik, hogy Németország válogatottjában szerepel majd. Amúgy azon gondolkodtam, hogy nem is feltétlenül, szóval ha én kinnélnék, most egyelőre nem menjünk még bele nagyon az elejére, csak hogyha már ezzel indítottál, hogy mennyire hazaárulás az, hogy mi az, hogy nem magyar válogatott, hallod? Hallod, nem hogy képzelted? Milyen magyar az ilyen, hallod? Hogy igazából 17 éves a srác, ki a tököm akar Berlinből hazajönni Telkibe, illetve hát haza, na mindegy, szóval elmenni Telkibe, akkor ott szívni, aztán ezekkel a falábú kreténekkel, jó, néha van egy Szoboszlai Dominik, vagy valaki, aki tud egyeneset rúgni a labdába, de akkor ezekkel ott bóckodsz egy kicsit, aztán megint utazhatsz vissza, tök fárasztó, mennyivel egyszerűbb ott a német rendszerben, ami hát annyira nem rossz, hát végül is csak egy aranygenerációt kitolt magából, meg folyamatosan pumpálja ki a jobbnál jobb játékosokat, és ott van Kéznél. Sokkal értelmesebb, ott ezt végigjárja, utána még ugyanúgy lehet magyar válogatott a felnőttben, ugye semmi nem dőlt el, sőt, még ha nem tét meccsen játszik a német felnőtt válogatottban, még akkor is lehet magyar válogatott. Szóval igazából tökre nem dőlt el semmi, már 3-4-szer visszautasította a McHugh-ot, azt olvastam. Igen, is, úgyhogy szándékosan vetettem rá az első követ, akár indokolatlanul is, mert amúgy azon gondolkoztam, hogy akik most ilyen véresszájú kommentekkel ekézik a Dárdai családot, azok például ugyanezt tették-e, amikor például Nikolić magyar válogatott lett, mert hogy ő meg pont az ellenkező előjellel járta be ezt az utat, most tegyük fel, hogy akkor Palkó német válogatott lesz, mert ő meg ugye Zentán született, ott kezdett el focizni, 10 évig ott volt, ugye hát akkor még Jugoszlávia volt, aztán igazából szerb is lehetett volna, szerb válogatott, de ő aztán a magyart választotta, úgyhogy szerintem ez nem kéne, hogy ekkora, hát hogy is mondjam, ilyen fos cunamit zúdítson most arra az egész családra, mert most tényleg a csávó semmi nem köti Magyarországhoz, csak a vére, meg a nagyszülei, ugye az apja is elmondta, Dárdai Pál, hogy csak a nagyszülei meg a Balaton kötik Magyarországhoz, szóval igen. Abszolút meg tudnám érteni, hogyha német válogatott lenne. Nagyon szomorú lennék, az tény, mert igazából sose láttam még játszani, de azt beszélik, hogy nagyon tehetséges a fiú, meg hát az apja után azért biztos, hogy tud egy-két egyeneset rúgni a labdába, úgyhogy... Hát szerintem ez az egész, most eljutottál a lényeghez, hogy szerintem mindenki akar. Ugye most egy kicsit nagyobb futballáz van az EB óta, már leülepedett, de azért én egy picit még azt érzem, hogy úgy ott van az emberek fejében. És hát hogyha most nagyon őszintén magunkban nézünk, szerintem utoljára a Dzsudzsáknál volt az, hogy na most van egy játékosunk, akiből lehet valami. És hát ki ne akarna bazd meg egy Dárdait, egy új, hogy lenne még egy Dárdai. Mert ez annyira Dárdai, amennyire egy Dárdai lehet, érted? Tehát hogy ugyanaz lesz a hozzáállása a dolgokhoz, hát ő tőle tanulja. Nyilván senki nem látta még Magyarországon játszani, mert bárki, aki leírja, hogy milyen tehetséges, az azért írja le, mert ezt olvasta valahol. Tehát, hogy ne legyünk álszentek, ettől még lehet, hogy baromi ügyes, meg még mindig csak egy 17 éves srácról beszélünk, de nyilván az is egy intőjel, hogy a saját apja ugyan berakja időnként a kispadra, hogy szokja milyen ott ülni, de mindig kérdezik, hogy de miért nem játszott, és akkor mindig nagyon keményen kritizálja. Szóval eleve ilyen körülmények között neki a jobbnál is legjobbnak kell lennie. Igen. De szerintem nagyon jó kezekben van, és ezért mindenki azt várja, hogy majd ez a gyerek, ez annyira jó lesz, hogy összeszarjátok magatokat.
És ezért akarja szerintem mindenki, hogy a magyar válogatottban legyen, mert persze Nikolić tök jó, de valahogy a válogatottnál nem találják a helyét, meg azért ő sem fiatal gyerek már. Szóval a Dzsudzsák is kezd kiöregedni, a Gerazoli már 5 évvel ezelőtt kiöregedett, és még mindig válogatott. Szóval hogy nem nagyon van egy következő, aki most a Nagy Ádám, akiből igen, úgy néz ki, hogy futballista lesz. De egy nagyon picit ő úgy a semmiből jött. Tehát azért, aki a magyar focit követte, úgy nagyjából ismerte a nevét, de ő elég hirtelen nagyot ugrott teljesítményben, meg megítélésben is. De szerintem ebből ered az az egész, hogy mindenki szeretné, ha lenne végre egy ilyen nagyobb játékossá kinövő srác, és azért fáj ennyire szerintem az embereknek a szemellenzős, melkasverő hazafiaskodás mellett, mert olyan, mintha elvennék az embertől, hogy végre van valaki, de nem. Igen, de úgy most egy jobban megvallhatom egyébként, az ő helyzete sem lehet egyszerű, mert azért most ott van előtte a döntés, hogy most valószínűleg azért a magyar válogatottba beférne, majd így a felnőttbe, viszont a németnél ez abszolút nem garantált, szóval hogy az is lehet, hogy két tűz között a földre esik, és ilyen szempontból nem, nincs egyszerű helyzetben ő sem, és most így 18 éves korában nem tudom, szembe kell nézni egy ilyen szintű népharaggal, most bárhogy is dönt, ezt már így rásütötték, gondolom, hogy szerintem annyira nem kell még, nézd, igazából most ő, neki nem kell most azonnal döntenie, egyrészt másrészt nem tudom, ő Berlinből ő hozzá mennyi ült el. Azt én nem hiszem, hogy a Balatonon fölismerik, a nagyszülei meg nem fogják azt mondani, hogy kicsi, adjuk már, jó? Magyar vagy, nem? Igen. Szóval nyilván a Dárdai nem véletlenül védi, amikor kérdezgetik, mindig elmondja, hogy majd a gyerek eldönti. Igen. És kész, és elég nem jó szó rá, hogy agresszívan, de eléggé határozottan meg szokta védeni így a sajtóban. Szerintem ő is érzi. Meglátjuk, én nyilván nem ismerem sem Palkót, sem a Dárdai családon belül uralkodó viszonyokat. Nem is kell, szerintem semmi közünk hozzá. De én egyelőre arra számítok, hogy végig fogja járni a német korosztályos válogatottakat, és utána majd remélhetőleg magyar válogatott lesz a felnőttek között. Ha meg nem, akkor lelke rajta. Igazából szerintem is leginkább az a kérdés, hogy érzelmi alapon választ, vagy karrierépítés szempontjából. De szerintem a német válogatott lehet, hogy olyan játékossá növi ki magát, hogy ott is játszani fog, de szerintem, hogyha azt nézi, hogy karrier szempontjából hol lehet többet játszani, hol jut többet szóhoz, hol építenek inkább majd rá, akkor egyértelműen a magyar válogatott lehet a főszerep. És azért az is számíthat, hogy azért mégiscsak német edző van, meg szóval most lehet, hogy kicsit vonzóbb, mint mondjuk Pintér Attilával a magyar válogatott. Ez könnyen lehet, ugyanakkor érdekes volt nekem az a mostani időzítés, amit ugye Dárdai Pál, hogy beleszállt a magyar szakmába. Szóval, hogy elég durván elkészte az utánpótlást, meg hogy igazából indokolatlanul öntenek pénzt a klubokba, úgy, hogyha nincs meg az a megfelelő mennyiségű edzés, ami kéne kiskorban. Szóval, hogy elég rendesen beleszállt a szakmába, és nem tudom, lehet, hogy ez már ilyen tehermentesítés így előre, hogy igazából előkészíti a terepet a döntés. Ez nem tudom, lehet, hogy ez már csak ilyen konteó, meg bele, túl gondolás, de most így ez jutott eszembe, hogy... Szerintem a Dárdai nem akarja eldönteni, hogy a fia mit csináljon. De lehet, hogy már tudja, hogy mit, hogy dönt lehet, a fia. Lehet, szóval, hogy már megbeszélték. Ja. De hát most dönt valamit 18 évesen, aztán Balatonon összeszűri a levet egy csajjal, és akkor, szóval érted, most nem, megint csak nem tudom milyen srác, de annyi minden történik az emberrel 17 és 20 éves korak között, lehet, hogy most dönt valami, lehet, hogy most német válogatott lenne, aztán 20 évesen meg úgy van vele, hogy mégis inkább a magyarokkal kéne, franc se tudja igazából.
Én nem haragudnék rá, hogyha azt mondaná, hogy ő német válogatott akar lenni, mégiscsak azzal le lehet jutni EB-re, VB-re, akár játszol, akár nem. Szerintem szíve jogát, hogyha ő inkább németnek persze érzi magát, vagy ha úgy értékeli, hogy az jobb a karrierjének, szíve joga. Persze. Neki ugye... Sok sikert neki. Nem tudom, 20 éve van arra, hogy sütögesse pecsenyét, és aztán majd eldönti, hogy mihez kezd az életével. De nyilván egy sportembernek ehhez mérten kell döntéseket hoznia. Igen. Na jó, úgy szerintem nem bűnös. Követéztük. Igen, nekünk nem bűnös. Igen. Másnak lehet, igen, hogy igen. De meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre gratulálunk neki innen is, hogy bemutatkozott a német U18-es válogatottban kezdőként. Reméljük hamarosan a Hertában is. Igen, és további sok sikert neki. Hajrá, Herta!